Az előző hetinél 70%-kal több, mintegy 65 ezer beteg fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel január 21-e és 27-e között, a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint. A legtöbb beteg Tolna megyében van az országban. Összesen 173 influenza gyanús betegről érkezett vizsgálati anyag az ANTS légúti vírus osztályára, ahol 89 esetben igazolták az influenza A és 15 esetben a légúti óriássejtes vírus jelenlétét. Többen kórházba is kerültek Szekszárdon, mondja a Balassa János Kórház orvosigazgatója. A kórházunkban is a 3-5 éves kor közötti gyerekek halmozott megbetegedését látjuk. A kisgyerekek általában légúti tünetekkel kerülnek felvételre, de hasmenéses kórképpel is jelentkeznek. A légúti tünetes betegek között nagyon komolyan felmerült néhány esetben, hogy influenza lehet a háttérben. Az orvos azt mondja, a legjobb megelőzés, ha kerüljük a tömeget, gyakrabban mosunk kezet, fertőtlenítjük a sokak által használt eszközöket, például telefont, klaviatúrát, kilincset, villanykapcsolót. Ha viszont érzékeljük az influenzára jellemző tüneteket, mindenképp maradjunk otthon. Az influenzának jellemzője, hogy általában hirtelen kezdődik, úgy szinte a betegek óra-percre meg tudják mondani, hogy mikor lettek panaszosak, magas lázzal, izomfájdalommal, gyengeséggel, fejfájással, szedcsont mögötti fájdalommal, köhécseléssel jár, lehet orrfolyás is a tünete, azonban amikor már komoly váladékozás van, gennyes orrváladék, köpet, van, az már a bakteriális felülfertőződésnek a tünete. Az ország számos kórházában látogatási tilalom van érvényben. A Balassa János Kórházban is így döntöttek hetekkel ezelőtt.